Magyarországon nincs Halloween, hanem minden szentek van. Számtalanszor hallottuk már ezt a közbeszédben. Most kijöttünk a szombathelyi főtérre, hogy megkérdezzük az embereket, ők melyiket ünneplik. Halloween vagy minden szentek? Halloween. Halloween. Nézd rám. Minden szentek. Minden szentek. Minden szentek. Halloween. Minden szentek. Inkább a minden szenteket preferálnám. Ha már egyszer Magyarországon vagyunk, akkor inkább temetőbe menjünk. És elmondod nekünk, hogy miért? Hát szerintem a Halloween az egy sokkal boldogabb ünnep, mint a minden szentek, mert akkor mindenki csak szomorú, és mennek a temetőbe gyertyát gyújtani. És egyébként én Amerikában jártam egyetemre, úgyhogy nekem a Halloween sokkal közelebb áll szívemhez, mivel ott tényleg mindenki boldog volt, mentek csokit és csalunkot játszani, elmentünk ilyen tök fieldekre, ahol ugye tudtunk sütőtököket, vagy hát tököket kivágni, és lámpásoknak megcsinálni. Úgyhogy nekem ez így közelebb áll szívemhez. Azért, mert tök buli. És nekem egész évben Halloween van. És Halloweenkor veszem azokat a cuccokat, amiket egész évben használok. Tekintettel arra, hogy a szülők is meghaltak már, mindenképpen ez a lelki béke és megnyugvás ideje, készülés a télre, a minden szentek. Igazából a Halloween se egy rossz dolog, de inkább legyünk egy kicsit hagyománytisztelőbbek. Ha valaki el akar menni bulizni, van rengeteg lehetőségre, csomó halloweeni buli, jól lehet magunkat érezni, de a minden szentek az maradjon meg minden szenteknek. Mert én abban nőttem fel, és azt tartom jelenleg is az én vallásom szerint elfogadónak. Azt szerintem szebb így összességében. Halloween az amerikai. A fiatalokhoz szerintem az közelebb áll már, mint a minden szentek. Mert Magyarországon ez a jobban elfogadott. És mit gondolsz, Magyarországon mennyire hódít teret a Halloween? Hát úgy gondolom, hogy most már egyre jobban kezd. Ugye nagyon sokszor vannak ezek a Halloween bulik az utóbbi években. Ugyanígy töklámpásokat is nagyon sokan csinálnak már. Hát úgy gondolom, hogy azért ugye hatással van. Tehát azért Amerikában is ez már egy teljesen kifejlődött hát ünnepnek mondanám, ugye a Halloween, és azért hatással van így Magyarországra is, és más országokra is. Z generáció az átvette az irányítást, és vannak a mérges nyugdíjasok, akik fogják magukat, és ezek a mai fiatalok Halloween meg izé nem tisztelik a halottakat, de tiszteljük a halottakat annyira, hogy inkább bulizunk, mint hogy szomorkodjunk. Én gondolom a fiatalok körében hódít, hiszen minden korosztály igyekszik át, minden fiatal igyekszik átvenni a nyugati trendeket, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy a fiatalok körében fontos, bár fontos lenne az ősök tisztelete is, és gondolom ezt az indítatást a szülőktől otthon megkapják. Hát szerintem egyre jobban, ami nem is feltétlenül baj, mert azért lehet mókázni, beöltözni, meg minden, de azért a minden szentek napját azt tartsuk meg a temetőzésnek. Én azt gondolom, hogy terjed a fiatalok körében. Én így gondolom. Szerintem annyira nem, inkább ilyen házi buli szoktak lenni Halloweenból, mert meg néha a Romosban ilyen egy-két buli, de nem nagyon ünnepeljük szerintem. Egyre jobban aklimatizálódunk ehhez a külföldi kultúrához, ami például Amerikából jön be. Olyan hagyományos sem lesz, mint ott, de szerintem egyre több, főleg fiatalnak inkább a Halloween az, ami sokat mond, és nem az, hogy minden szentek. Hát szerintem azért már elég elkezdett, hogyha megnézed például már a Romukatban is van már halloweeni buli, meg egy csomó helyen Magyarországon. És mit gondolsz, szerinted ez jó dolog, vagy inkább nekünk meg kell maradnunk a saját kulturális örökségeinknél? Szerintem mind a kettőt elfogadhatjuk egyszerre, amúgy sem egy napon van, hogyha úgy vesszük. Annyit még hadd kérdezek, hogy amerikai viszonylatban ez az ünnep hol helyezkedik el? Ez egy ilyen elég nagy ünnepnek számít, mondjuk egy ilyen háladás vagy karácsony mellett? Nagyon. Tehát én azt mondanám, hogy ez lehet, hogy az egyik szinte így legnagyobb ünnep, abból a szempontból, hogy felöltöznek, buliznak, hatalmas bulikat tudnak csapni. Úgyhogy hát karácsonykor én azt mondanám, hogy a családok inkább együtt vannak, de ezt a Halloween pedig kiélvezik azzal, hogy folyamatosan el tudnak menni, tehát így bulikra felöltözhetnek, tehát versenyezhetnek, hogy kinek a jelmeze a jobb, úgyhogy ez szerintem ez az egyik legnagyobb ünnepük.